Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, kedves televíziónézők! A verselés kitanulhatatlan dolog. Kitanulhatatlan, mikkel okoz a vers olyan érzéki hatásokat, melyek erősítik tartalmának értelembeli hatásait. Ezek a gondolatok jól tükrözik azt, hogy mit is jelent a vers, a költészet. Biztosak lehetünk abban, hogy ma is belefeledkezhetünk majd a versekbe, azokba, amelyeket a fiatal versmondók hoztak nekünk. Immár 14. alkalommal lehetünk együtt a fehérvári versünnepen. Az elődöntő során 40-en lépnek színpadra, közülük 12 versmondót juttat a döntőbe a zsűri. Bemutatom önöknek a zsűri tagjait. A zsűri elnöke a Kossuth és Jászai Mari díjas érdemes művész Kubik Anna. A zsűri tagjai, a Vörös Marti Színház művésze Závoszki Noémi. Költő, író, előadó művész, a Vörös Marti Társaság elnöke Bobori Zoltán. A Fehérvári Média Centrum képviseletében Látrányi Viktória. A 14. Fehérvári versünnep fővédnökei Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök és Cserpalkovics András székesfehérvár polgármestere. Szeretettel köszöntöm körünkben Cserpalkovics András polgármester urat és Mészáros Attila alpolgármester urat. És nagy-nagy szeretettel köszöntjük a fiatal versmondókat is, akik már a pihenő szobában várakoznak arra, hogy a színpadra léphessenek. A mai nap elsőként léphet színpadra Gyulai György Ákos, a Teleki Blanka gimnázium tanulója. Arany János, éjféli párbaj. Bende vitéz lakodalmát lakja. Hetekig tart, ma van első napja. Szól a zene, tárogató részkürt, pörög a tánc, mint az orsó, Bende kiált, ez utolsó. Száraz ajkam eperajkat szedegetni készül. Bende vitéz tanyoszójó asszony elvezeté, hol olyat szakasszon. Néma, sötét már az egész kastély. S ím lovagál ágyok előtt, talpig acél ismeri őt. Sápat arcra kék lángot vet a felütött rostély. Jöttem veled újra véni, Bende. Én valék a diadalmas, nem te. Kezdjük elől, csúnya volt a játék. Ha, páncélt a nyakadba, most ne remélj szolgahadba. Kezdjük elől, eleányért sok viadal vár még. Kél a vitéz, nosza kardot, vértet. Hova édes? Víni arám, érted? S hallik, amint össze-összevágnak oda át a fegyverházban, harcroba is, csengő pajzs, tompa nyögés, erőlködés, dobogása látnak. Szép mennyasszony szemét le se zárja, szörnyülködik, hová lett a párja. Remegő kéz gyújtja meg a mécsest, férje urát fölkeresi, hajnalig ott sírva lesi. Ez is olyan, mint a másik, mint valami holttest. Bende vitéz lakodalmát lakja, vagyon immár a második napja. Szól a zene, borba fulladt e nap. Bende úrnak veszett kedve, táncol, iszik erőltetve. Szép mennyasszony neki borzott, ha ma is, mint tennap. Este hamar az urok földrészeg, ágyba vivék a szolgavitézek. Szép mennyasszony vele menni reszked, de hogy titkán ki ne adjon, hová legyen, hol maradjon. Lenyugoszik, s külön ágyban hányja a keresztet. Bende riad, s mint a halál józan.
Lovag ott áll szembe az ajtóban, ha, robogány, s nem akarna menni. Szeretőm elcsábítója, gyere, víjunk, üt az óra, míg le nem győz, tiltva neked mellette pihenni. Újra nehéz, szörnyű tusa hallik, benne halott, mire meghajnallik. Nagy nehezen délfele, ha ébred, mikor én már gyűl a vendég, fölkeresik a leventék, hol vagy, uram? Mind az egész nép vár az ebédre. Bende vitéz lakodalmát lakja, legszomorúbb a harmadik napja. Szól a zene, öblöget a részkürt, hanem a tánc csak úgy lézeng. Vendégnek a java szétment. Vérbe fogant nász sose volt istenátka nélkül. Nos, az új párt rokoni egy püspök előveszi, hogy mi esett köztök. Bende konok a mennyasszony gyászban. Teste remeg, mint a harmat, csak azt vallja, hogy nem valhat. Ha lefekszik, küldjenek őrt a fegyveres házba. Menne oda nagy erős őrizet, bende kacag, meglopom a mézet. Menne is bekakas előszóras, mikor ágyas házát nyitja, másodikat kukorítja. Fönt pedig a kastély tornyán éjfélt ver az óra. Bende lovag, ez az utolsó nap. Lakodalmat félbeszakadt holnap. Víni ma még, ölj meg igazábban! Mert ha nem ölsz, én megöllek. Lelkedet ám én, mint lélek. Az a hűtlen hadd sirassa bűnét e világban. Bende vitéz szemei szikrázva rohan ismét a fegyveres házba. Rettenetes, amit lát az őrség. Urok, őrjöng, kivont karddal levegőbe szúr és vagdal, közülük is hármat leölt, míg lebírák, győzék. Föld alatti kamarába láncon, bende üvölt, viaskodik, táncol. Szép mennyasszony sem eladó többé. Elsőt én nem érdemeltem, a második engemet nem. Püspök atyám, vigy el úrunk jegyesei közé. Köszönjük szépen, tisztelt zsűri, a szó. Így kell elkezdeni egy versünnepet. Nagyon-nagyon gratulálok. Eleve azért, hogy egy ilyen mennyiségű szöveget ilyen szépen megtanultál. Külön öröm volt számomra az, és attól tudtam nagyon élvezni, hogy éreztem, hogy te mennyire élvezed. Gyönyörű a hangod, elképesztő módon hatással volt rám az, ahogy próbáltál kontaktust teremteni a nézőkkel, konkrétan velem is, és másokkal is. Én gratulálok, köszönöm szépen. Valaki még a zsűriből szeretne hozzászólni a vershez? Én is gratulálok, hogy egy ilyen nagy ívű balladával próbálkoztál. Nagyon szép a hangod, nagyon tetszett, nyugodtnak is láttalak. Érdekes módon, hogy a ballada párbeszéd részei mentek plasztikusabban. Az elbeszélő részeknél én ott meghagytam volna egy nyugodtabb tempót, és akkor válik el a drámaisága a dolognak, hogyha ezek élesen elkülönülnek. És a másik dolog, ami a pontosság, a szöveg pontosságára egy kicsit felhívnám a figyelmet, mert a banben, az Arany János versekben nem mindig a mostani nyelvhelyességi szabályok szerint vannak, hanem inkább a vers ritmus szabályai szerint, és ott volt egy-két gond, de ez csak egy kis odafigyelést igényel, és gratulálok, nagyon szép merész vállalkozás egy ilyen nagy balladával megmérkőzni. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Következő versenyző Lukács Veronika Johanna, a Vasvári Pál Gimnázium tanulója. Csanádi Imre, késő tisztesség. Zászlók csapkodnak, fekete szárnyak,
vergődnek, kavarognak, fekete madarakként. Tombolnak, fölzihálnak. Hessentik a hátráló önkényt, riasztják a hüllőt, a hullánzabált, hullafakú, mind pőrép pöfeteget, az eleven halált, a be nem tellő gyomorüreget. Néma bűjjelek sorakoznak, korhat csontokkal kibélelt koporsók, prédái a gonosznak, piros szívük helyébe saratorzott. Áldozatok, másodszor földbe térők, késő tisztesség sugara süt rátok. Kijátszott, bamba élők, dühött szégyent viszünk, tüzes virágot, hantolt éveink megmocskolt hite. Lobogj föl, Isten égő csipkebokra, üvölcsd ki te, átok, gyalázat hóhéraitokra! Köszönjük szépen! Annyi tanácsot mindenképpen szeretnék adni, ezt sokszor elmondják itt a zsűritársaim is, hogy amikor fölépsz a színpadra, akkor egy kicsit várd meg, hogy elcsendesedjen a terem, és úgy kezdjed el a verset mondani, mert hidd el, hogy sokkal többen figyelnek akkor majd rád. Örültem nagyon a versválasztásnak, mert hát azt írott, hogy a szülőfalud nagyon fontos szerepet játszik az életedben, és hogy onnan valósi költőket választasz, és ezt én csak elsőrangúan szeretni tudom. Csanád Imre amúgy is az egyik kedvencem, és ezt nagyon jónak tartom, ezt a versválasztást. Most egy-két kritikus mondatom is van. Például a jelző-jelzett szó, ezt mindig elmondjuk minden versenyen, hogy a jelzett szót nem lehet kidobni, mindig a jelző a fontos, tehát a hátráló önkény. Tehát erre nagyon kell vigyázni. Aztán a vége egy kicsit hirtelen maradt abba, tehát egy verset jól kell tudni befejezni. És a harmadik pedig, hogy a nézési irány. Nagyon fontos lett volna, hogy ezt a verset nekünk mond. Ugyan mindig megállapítjuk, hogy a nézési irányt, hogy hova nézünk egy versmondás közben, az mindig a vers határozza meg, és nem mi magunk előre, de ez a vers szerintem kívánta volna a szemedet, hogy felénk pillancs, és ne a padlóra vagy általában néz, mert ez egy szigorú vers, szigorú, és ránk férne, hogy azt a mi szemünkben mondjad ezt a verset. Úgyhogy ennyi volt csak a kritikám, és mondom, gratulálok még egyszer a versválasztáshoz. Kitűnő volt. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Következő versenyző Tóth Zsombor Ákos, a Vasvári Pál Gimnáziumból érkezett a mai versenyre. Radnóti Miklós, 7. ekloga. Látod-e, esteledik, s a szöges dróttal beszegett vad töltkerítés barak oly lebegő, felszívja az este. Rapságunk keretét elereszti a lassú tekintet, s csak az ész, azt tudja, a drót feszülését. Látod-e, drága, a képzelet itt, az is így szabadul csak. Megtöretett testünket az álom, a szép szabadító oldja fel, s a fogolytábor hazaindul ilyenkor. Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok Szerbia vaktetejéről búvó otthoni tájra. Búvó otthoni táj. Ó, megvan-e még az az otthon? Bomba sem érte talán? S van, mint amikor bevonultunk, és aki jobbra nyöszörög, aki balra hever, hazatére.
Mondd, van-e ott haza még, ahol értik-e hexametert is? Ékezetek nélkül, csak sort sor alá tapogatva, úgy írom itt a homályban a verset, mint ahogy élek. Vaksin, hernyóként araszolgatván a papíron. Zseblámpát, könyvet, mindent elvettek a lágerőre, és posta se jön. Köt száll le csupán barakunkra. Rémhírek és férgek közt él itt francia, lengyel, hangos, olasz, szakadár, szerb. Mél a zsidó a hegyekben. Szétdarabolt lázas test, s mégis egy életet él itt. Jó hírt vár. Szép asszonyi szót. Szabad emberi sorsot. S várja a véget, a sűrű homályba bukót, a csodákat. Fekszem a deszkán, férgek közt fogolja állat. A bolhákostroma megújul, de a légsereg elnyugodott már. Este van, egy nappal rövidebb, lásd újra a fogság, és egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra rásüt a hold, s fényében a drótok újra feszülnek. S látni az ablakon át, hogy a fegyveres őrszemek árnya lépdel a falra vetődve az éjszaka hangjai közben. Alszik a tábor. Látod-e, drága, suhognak az álmok? Horkan a felriadó, megfordul a szűk helyen, és már újra elalszik, s fénylik az arca. Csak én ülök ébren. Félig szitt cigarettát érzek a számban csókot íze helyett, és nem jön az álom, az enyhet adó. Mert nem tudok én meghalni se, élni se, nélküled immár. Ezért szeretem a félvári versünnepet. Igen. Kedves Zsombor, amikor itt megjelentél előttünk, a szószoros értelmében megjelentél, ahogy kell, és ahogy elkezdted a versmondásodat, azt hiszem, hogy jogosan gondolhattunk arra, hogy ehhez a versünnephez, ami a mi ünnepünk, a mi versünnepünk, a sok országos ünnep mellett, irodalmi ünnep mellett, én biztos voltam, hogy Radnóti versét fogod elmondani, azok közül, amit megjelentél. Őszinte szívvel gratulálok. Én egy icipicit ellentmondásba kerültem saját magammal, miközben figyeltelek téged. Furcsa az élet, hogy az embernek van egy elképzelése arról, hogy hogy szokott egy verset hallgatni, milyen ritmusban mondják általában, és te egészen másképpen mondtad. Volt egy teljesen sajátos világod, egy saját ritmusod, és egyszerűen akarva akaratlanul mentem veled, és te a saját személyeden keresztül láttattad velem azt, amit szerettél volna szerintem nekünk elmondani. Elképesztő jó a kisugárzásod, megtelítette az egész termet, és tényleg csak annyit tudok mondani, hogy nagyon örülök, hogy itt vagy, és nagyon gratulálok. Engem is elragadott az előadásmódod teljesen. Egyéni, és úgy gondolom, hogy te tényleg átszűrted magadon ezt a verset. Korszerű volt, úgy, ahogy ma szerintem elvárható, hogy Radnótira gondoljunk, és te magad voltál Radnóti. Nekem az volt az érzésem, hogy anélkül, hogy eljátszottad volna, hiszen a versmondás nem azonos a színjátszással,
Megjelent ez a töprengő, kuporgó Radnóti előttünk, azt hangsúlyoztat ki belőle, ami neked fontos volt, ami neked, és még megtartottad a zeneiségét is, pedig ettől féltem, hogy majd nem lesz meg, mert kicsit prózai kezdted, de remekül összefoglaltad az egybetartozó dolgokat, és mondom, maga Radnóti voltál, és ennél többet nem érhet el szerintem egy versmondó. Köszönöm. Néhány perccel a kezdés előtt éppen erről a versről beszélgettünk Keller Jánossal. Én nagyon vártam, hogy ezt ma halljam, és pont arról volt szó, hogy ezt nagyon rosszul és nagyon jól is el lehet mondani, amikor az ember lúdbőrös lesz, vagy libabőrös lesz. Én köszönöm neked ezt az élményt. Köszönjük szépen. Következő versenyzőnk Fehér Lili Jázmin. A Gorzium gimnáziumból érkezett a mai versenyre. Nemes Nagy Ágnes, Istenről. Hiánybetegségeink legnagyobbika. Lásd be, Uram, így nem lehet. Így nem lehet teremteni. Ilyen tojásai földet helyezni az űrbe, ilyen tojási életet helyezni a földre, és abba felfogadatlan büntetésként tudatot. Ez túl kevés. Ez túl sok, ez mértékvesztés, Uram! Miért kívánod, hogy két tenyérrel átfogató gyermekjáték koponyánkba egy univerzumot gyömöszöljünk? Vagy úgy teszel velünk, mint a tölgymakjával, amiben egy teljes tölgyfát gyömöszöltél? Nem bánnék soha úgy a kutyámmal, mint te velem. Léted nem tudományos, hanem erkölcsi képtelenség. Ilyen világteremtőjeként létedet feltételezni. Blaszfémia. Legalább ne tettél volna annyi csalogatót a csapdádba. Ne csináltál volna felhőt, hálát, aranyfélt az őszi akácnak. Ne ismernék a vékony, zöldes, édes-édes ízt. A létet. Írtózatos a te édes lépvesződ, Uram. Tudod te, milyen a vércukorszint süllyedése? Tudod te, milyen a leukoplákja halvány kicsi foltja növőben? Tudod te, milyen a félelem, a testi kín, a becstelenség? Tudod-e, hány wattos fényerővel tündöklik a gyilkos? Úsztál folyóban? Ettél citromalmát? Fogtál egy körzőt, téglát, cédulát, van körmöd? Élő fára vésni vele krikszkrakszokat. Hámló platára, amíg megy fönn, megy a délután. Van oda föntöd? Van neked fölötted? Egy szót sem szóltam. Köszönjük szépen! Kérem tisztelt zsűrit, értékelje a versmondást! Nagyon befele annyira visszafojtottad, ami a mikrofonnál kijött volna és hallottam volna, de így eltűnt a vers eleje számomra. Pedig éreztem és láttam, hogy minden megvan neked, csak ezekre muszáj figyelni egy hosszú távon, hogy át tudjon jönni. Illetve még egy, szintén technikai is, hogy olyan hirtelen volt a versnek vége, hogy én nem éreztem azt, hogy befejezted magát a verset. Ettől függetlenül magát a verset éreztem tőled, azt, hogy mi foglalkoztat benne, jó volt, de muszáj ezekre odafigyelni, hogy mi is halljunk és értsünk téged. Nem könnyű Nemes Nagy Ágnest mondani, éppen azért, mert jelen vannak benne ezek a fajta érzelmek, amiket kiválóan hoztál és mutattál meg nekünk, de mégis van benne valami kétségbeesés is. Most inkább csak a haragot éreztem benne, ami szintén ott van, és ez remekül ki is jött az előadásmódodban.
De mégis a harag mellett ez a hihetetlen kétségbeesés, a felkiáltó jelek sokasága, az egy csöppet hiányzott belőle, és igen, a kifejezés mód az volt egy kicsit gyengébb. A tartalom és az érzelem az remekül működött benned, és láttam, hogy minden sorát érted és tudod, de a kifejezés módod egy picit talán kelleténél jobban visszafogtad magad. Nem akarom a csúnya motyogó szót mondani, de valóban értenünk kell, tehát plasztikusan kell beszélni, csak ennyi volt hozzá a kritikám, de ezt a verset te érted és tudod, és biztos vagyok benne, hogy szereted is Nemes Nagy Ágnes, nagyon közel állhat hozzád, ez kiválóan lejött az előadásodban. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Következő versenyzőnk Szabó Ábel, a Ciszterci Szent István Gimnáziumból érkezett a mai versenyre. François Villon, ellentétek balladája. Szabó Lőrinc fordítása. Szomjan halok a forrásvize mellett. Tűzben égek és mégis vacogok. Parazsas kályhánál vadlászt iderget. Hazám földjén is száműzött vagyok. Csupasz féreg, díszes talárt kapok. Hitetlen várok, sírva nevetek. Az biztat, ami tegnap tönkretett. Vígdáridó bennem a bosszúság. Úr vagyok, s nem véd jog se fegyverek. Befogad és kitaszít a világ. Nem biztos csak a kétes a szememnek, s ami világos, mint a nap, titok. Hiszek a véletlennek, hirtelennek, s gyanúm az igaz körül sompolyog, mindig nyerek. És vesztes maradok. Fektemben is fölbukás fenyeget. Van pénzem, s egy vasat se keresek. És reggel köszönök jó éjszakát. Várom senkitől örökségemet. Befogad és kitaszít a világ. Semmit se bánok. S ami sose kellett kinnal, mégis csak olyat hajszolok. Csalánnal a szeretet szava ver meg. S ha igaz szólt, azt hiszem ugratott. Barátom, aki elhiteti, hogy hattyúk csapata a varjú sereg. Igazság és hazugság egyre megy, és elhiszem, hogy segít, aki árt. Mindent megőrzök, és mindent feledek. Befogad és kitaszít a világ. Herceg, kegyes jóságod lássa meg. Nincs eszem, s tudásom rengeteg. Lázongva vallok törvényt és szabályt. S most mi jön? Várom pályabéremet. Mert befogad, és kitaszít a világ. Köszönjük szépen, tisztelt zsűri, a szó. Kedves Ábel, amikor följöttél ide a dobogóra, és odaindettél a kollégának, kicsit idegen volt nekem, de aztán ránéztem a lapodra, hogy François Villon verset fogsz mondani, és úgy gondoltam, hogy ez hozzátartozik a te egyéniséget, ez mind a kettő, ez a gesztus is. Most mindennek ellenére egy kicsit feszültnek éreztelek a vers alatt. Megfogott, jó volt, csak talán túlzottan feszült voltál. Szeretném egy picit megvédeni Ábelt, lehet, hogy ő hallotta az előző instrukciómat, mert pontosan azt csinálta. Tökéletesen, hogy leellenőrizte, hogy leült-e már a hangtechnikus, azt megbeszélték kézjellel. Nekem ez például annyira tetszett nagyon, és profi módon megvárta, hogy eljöjjön az ő ideje. És eljött a te időd. Viszont, hogyha megengeded, neked is mondanék ilyen technikai észrevételt. Talán úgy tudnám neked legjobban kifejezni, hogyha
a zeneiségét figyelem a versnek, akkor te nagyon staccatóban mondtad végig, és nagyon egyforma volt minden sor, főleg a legelején dallamra mindegyik. Ettől egy picit elveszítettem az érdeklődésemet, és nem értettem úgy a szöveget és a mondani valódat, mert nagyon egyformára sikerült. Hogy egy picit, ha oda tudsz arra figyelni, hogy ez változatosabb legyen, hogy esetleg, nem tudom, hogy ezzel kiért egyet vagy nem, mondjuk felvennéd a hangodat, amikor elmondod ezt a verset, és visszahallgatod. És szerintem te is pontosan hallanád akkor azt, amit én mondok, és biztos vagyok benne, hogy észreveszed azt, hogy hol lehet egy kicsit más ritmusban mondani, hogy úgy át tudjon jönni a tartalom. Én ennyit tudok hozzászólni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is magyaráznám, amit Noémi mondott, hiszen ez az egész vers ellentétekről szól, hiszen ez a címe is. Tehát akkor ezeket az ellentéteket egy kicsit vagányabban kifejezheted. Benned van ez a vagányság, amit láttunk az elején, az pont erre utalt, és én is pont arra gondoltam, hogy valójában nem minden vers elé illene ez a mozdulat, amit tettél a kolléga felé, de elvíjon elé valóban oda lehet illeszteni. Viszont akkor vártam volna, hogy ez a folytatás is egy kicsit vagányabb legyen, mert víjon vagányabb. És ezek az ellentétek, hát, hogy befogad és kitaszít. Tehát ennek az ellentét, minden sora ellentét párról szól, akkor ezt egy picit jó, tehát most nem fogom vissza magam, pofátlanabbnak kellene lenni, mert benned, ez benned van, a mosolyodban, az egész habitusodban nagyon jó a kifejezésmódod, tehát csak biztatni akarunk, hogy ebben legyél bátrabb ebbe a versbe, mert van mit kifejezni benne ezzel a rengeteg ellentéttel. Ennek felszínre kell jönni, egyébként minden jó volt, csak egy kis még bátorítunk. Na, értette ezt? Köszönöm szépen, igen. Értem. Köszönjük szépen. Következő versmondónk a Tóparti gimnáziumból érkezett hozzánk, Gyenge Laura. Petőfi Sándor, a király esküje. Megesküdt a király Hunyadi Lászlónak. Esküszöm az égre, az égistenére. Bántani nem foglak. Készül fel Budára jó Hunyadi László. Ne menj fel, ne menj fel, ne légy életeddel könnyelműen játszó. Vermed lesz Budavár, beleesel, ha mész. Maradj len Belgrádban, vagy bújdos, hazátlan, szép, fiatal vitéz. Kora még tenéket sírba feküdnöd le. Égtelen halotti szemfedőt borítni ékes szemeidre. Hazám szép vitéze, ne menj föl Budára! Látod, mi villagott? Nem a te csillagod, hóhérbárcsugára. Balga aggódástok nem ijeszt el engem. Köszönöm tanácstok, de rá nem állok. Megyek, föl kell mennem. Vén Budavárban van ifjú menyasszonyom. Érted, száz halálba mennék, meg sem állva szerelmes angyalom. De halárulottan szó sincs, nem is lehet. Megesküdtél nekem, királyom, s én hiszem szent esküvésedet. Nemes bizalommal László Budán termett. Ássák a zsiványok, ássátok, ássátok alája a vermet. Menyasszony a keblén meg sem pihelhetett. Szerelme egéből mély pokolba szédül, tömlöcbe vettetett. Miért dobtok engem fekete tömlöcbe? Mert királyod ellen van szándék szívedben, hűséged megszegve. Én királyom ellen, én hűséged szegő, emelj szót ellenem lelki ismérem, légy bírom, lépj elő. Ez hallgat. Ez alszik, mint csecsemő gyermekanyja lágy ölében. S engemet, ó szégyen, itt bilincsre vernek. Vegyétek le rólam ezt a rozsdás vasat, s adjátok helyébe hazám védelmére tündöklő kardomat. Beszélhetsz, jó vitéz, senki sem hallgat rád. Tömlöcöt becsukták,
halt fordulni kulcsát, csikorogni a zárt. Nem sokáig hagyták, hogy magát emészze a nagy Magyarországnak legszebbik virága, legnagyobb vitéze. Kelj fel és jössz neki! Szabad vagyok tehát? Szabad lész, oly szabad, hogy egy óra alatt ott vagy, ahol apád. Mit? Megöltök engem? Apám szent nevére ez őrült merészség. Ki sem hallgatva még, és már elítélve. Hunyadi Jánosnak vagyok én gyermeke. Velem itt tennetek, nem rettent bennetek-e félisten neve? De volnék akárki, én ártatlan vagyok. S a király végtére esküvel ígérte, hogy bántani nem fog. Halld meg egész világ, te hozzád kiáltok. Így ad rá hitedet, ha esküvéseket tesznek a királyok. Szép vitéz Hunyadit föl Szent György terére hurcolták a latrok. Többet is akartok tudni? Kifolyt vére. Háromszor csapott a hóhér a fejéhez. S László vitéz még él, és halljátok, beszél. Ekép szól a néphez. Én ártatlan vagyok. Ha volna is vétkem, bűhődtem már érte, s törvény értelmébe szabad már személyem. S föláll László vitéz, de megbotlik lába, s estében negyedszer sújt hozzá a mester, és fejét levágja. Lemenőben volt a nap, piros volt arca, vadharaggal vetett végső tekintetet a véres piacra. Azért volt a nap oly haragos kedvében, hogy a nép csak áltott, s merőn szájat tátott tehetetlenségben. Miért nem éltem akkor? Miért nem voltam ottan? Kiáltottam volna gyáva bámulókra veszett fájdalmamban. Föl, ha Istened van, föl, magyar nép! S e gaz királyt legottan folytsuk az ártatlan áldozat vérébe. Köszönjük szépen. Várjuk a zsűri értékelését. Na, mint hogy a második felébe érkeztél volna meg a versnek, az elején nem éreztelek bátornak, de ez elég természetes dolog, hogy nehéz belehelyezkedni egy ilyen nagy lélegzetű versbe. De ott már nagyon bátor voltál, és ott éreztem kiteljesedve magadat, mert ott már elkülönültek a párbeszédek, volt benne gúny, volt benne minden, ami ehhez a vershez kell. Kicsit a végét elsietted, nem volt vége, tehát hogy azt is pontosan és ritmusban kell befejezni a verset. Egyébként hát kulturáltan adtad elő, inkább az elejéből hiányoztak az érzelmek nekem. Volt egy-két hangsúlyhiba nálad is, most már ezekért harapni fogok, mert láttam, hogy a médiában is ez nagyon elterjedt, hogy mindig a jelzett szót hangsúlyozzuk, hogy ifjú menyasszonyom, pedig ifjú menyasszonyom. Tehát ezek sajnos rossz példák, amiket mindig hallunk, és beül az ember fülébe, hogy ilyen rosszul beszéljen, pedig olyan szép a nyelvünk, és nagyon kéne erre figyelni, érzékletes és pontos, és főleg a verseknél ez nagyon fontos, hogy helyükön legyenek, mert ritmusban is eltérnek akkor a mondatok, hogyha rossz helyen hangsúlyozunk. Amúgy tényleg szép és kulturált versmondás volt. Én az elején, amit Anna is említett, azt éreztem, hogy valóban nem vagy itt velünk, és ezért jutott az eszembe, hogy te választottad a verset, vagy ajánlotta valaki? Én választottam. És miért? A párbeszédes versek úgy érzem, hogy jobban illenek hozzám, és ezért ezt találtam, és igazából tetszett az egész, a története, a párbeszédek. Mert tehát a végén ezt lehetett érezni, az elején nekem sem volt az érzésem, hogy itt vagy velünk, de 9-es vagy, első alkalommal jöttél, úgyhogy én azt gondolom, hogy 12-es korodig még sokszor jöhetsz a versünnepre. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Következő versmondónk a Vasvári Gimnáziumból érkezett hozzánk, Schneider Zaj Ákos.
József Attila. Ó szív, nyugodj! Fegyverben révet fönn a téli ég, kemény a menny, és vándor a vidék. Halkul a hó, megáll az elmenő, lehellete a lobbant keszkenő. Hol is vagyok? Egy szalmaszál nagyon helyezkedik a csontozott uton. Kis, száraz nemzet izgágán szuszog, zúzódik, zizzen, izzad és buzog. Te fönn a hegyen ágyat bont a köd, mint egykor mellét, mellé leülök. Bajos széljaját csendben hallgatom, csak hulló hajam repes vállamon. Ó szív, nyugodj! Vadborók a hegyén szerelem szólal, incselek felém. Pirkadó madár, karcsú, koronás, de áttetsző, mint minden látomás. Köszönjük szépen! Azt írtad magadról, hogy évek óta figyelemmel kísérem a versünnepet, vártam, hogy 9-es legyek, nevezhessek, és én is részese lehessek ennek a magas színvonalú rendezvénynek. Isten hozott téged, reméljük még nagyon-nagyon sokat látunk. Engem elvarázsoltál, én nagyon szerettem azt, ahogy láttattad velünk az érzéseidet. Gratulálok! Én ugyanezt éreztem, hogy lám lehet egy 4 verszakos verssel is ott lenni és megérkezni rögtön az első pillanatban. Nekem is nagyon tetszett, meg hát a vers is azt hiszem napjainkban is nagyon aktuális, és mindannyiunknak naponta kéne, hogy eszébe jusson ez a 4 verszak. Nagyon szép volt. Köszönjük. Köszönjük szépen. Következő versenyzőnk a Bugát Pál Technikum diákja, Hurda Patrik. Hol vannak a falak, a bástyák, az erős palánkok, az acélos katonák, a bátor magyarok? Egykoron itt éltem a királyi városban, de mint az fű levágattam, s mint széna megszáradtam. Éltemtől megfosztattam, s kínra jutottam. Miért kell látnom ezt a zsibbasztó zsibongást, ezt a dicsőségétől megfosztott várost, az utódok üres tekintetét, a gépi kóddal írt valóságot, a betanított munkásokat, ahogy futószalagra pakolják a szívüket, az arcuk emlékét, melyekből unott mosolyú robotok szerelnek össze újabb embereket, akik majd sorban állnak a boltban vízálló fóliába csomagolt, mikróban melegíthető emlékekért. Miért küldtek vissza? Vérben beborult szívem miért háborgatsz, mikor már láttam keresztes tornyaink épülését és szentügyünk bukását is? Mikor már jártam az ördög búval virágozó rút, sötét tömlöcében, s voltam talpveréssel kínosztatott fogoly. Mikor már átúztam a hősök kifacsart testével táplált kiömlött folyón, ahol a sötét víz egyé vált könnyeimmel, kikezdte bőrömet, beszivárgott a körmeim alá, sós levével puhított majd a testem, lassan felolvadt benne. Ez itt a hosszú háború. Ez itt a végtelen harc. Itt már nincsen folyó, és nincsen part. Se katona, se áldozat. Már nem tudni, ki a magyar. Itt program küzd programmal, operációs rendszer a vírusokkal. Köröttünk fényes kábelek, szerverek és modemek, a tudást megosztó rúterek, kódolók és dekóderek. Isten, szent Isten, könyörülj rajtam, és adjad meglátnom azt, kit otthon hattam.
Véle szent nevet, hogy én áthassam, szép kikeletben én is részem lássam. Némán kérlek, engedj visszatérnem, vissza a régmúlt rejtekébe, ahol nincsenek mások, csak porosodó képek. Forgószélnél forgóbb az emberi élet. Édes hazám, imádkozom érted. Köszönjük szépen. Kedves Patrik, hogy jutottál ehhez a vershez? Hadd mondjam rögtön, hogy nagyon örülök, szívből örülök ennek a vers választásnak, és gondolom vannak itt a teremben mások is, akik hasonlóképpen éreznek, és nem csak azért, mert El Simon kortárs költő, és nagyon örülünk, amikor itt kortárs költőkről hallunk verseket, de hogy jutottál hozzá? A tavalyi versünnepen kapott verses könyvet, mikor forgattam, akkor láttam, és tetszett meg, és úgy gondoltam, hogy... Köszönöm, mert akkor nem volt eredménytelen. Gratulálok tiszta szívből. Köszönöm. Én is nagyon örültem neki, mert ízig-vérig, ha van fehérvári vers, akkor ízig-vérig fehérvári vers. Visszavitt bennünket az 1600-as évek elejére, amikor a törökökkel nagy küzdelem folyt, és hát nagyon érdekes a versnek ez a kettőssége, hogy a múltba is tekint visszamenőleg, és hát nagyon, nagyon mai is közben, és hát van is miért imádkoznunk édes hazánkért ezekben a napokban is, ezekben az években is. Szép a kifejezésmódodat illeti, nagyon szép a hangszíned, és érdemes lenne az S-seken, S-seken javítani, idén is elmondjuk, mert az neked nagyon, nagyon jól áll a versmondás, és jó lenne, hogyha ezt a pici fáradtságot megtennéd érte, hogy azokat kijavítod, az S-S hangokat, és örömmel hallanék más verset is tőled. Nagyon tetszett, mondom, a versválasztás, és még egy picit ezen dolgoz, hogy ez a kettőssége a versnek kijöjjön, a régmúlt és a nagyon mai modern gondolat, ami benne van ebben a versben, hogy ez élesebben elkülönülhet esetleg egymástól. Úgyhogy erre figyelj majd. Köszönöm. Csak egyetlen egy mondatot szeretnék Annához hozzáfűzni, mert én is pont ezt írtam föl, és kimondottan azért, mert hogy leírtad azt, hogy a Színművészeti Egyetemre készülsz. Úgyhogy van még időd, 11-es vagy, van még időd, ezt ennyi idő alatt ki lehet javítani, jó, hogy ott már ne legyen. Jó? Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Következő versmondónk Boldizs Boróka Ajsa, a Vasvári Gimnáziumból érkezett hozzánk. Karinti Frigyes. Előszó. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. A titkot, ami úgyis egyre megy, s amit nem tudhat más, csak egy meg egy. A titkot, amiért egykor titokban világra jöttem, vérben és mocsokban. A szót, a titkot, a picin csodát, hogy megkeressem azt a másikat, s fülébe súgjam, add tovább. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek, mert félig már ki is bukott, tudom. De mindig megrekedt a félúton. Az egyik forró és piros lett tőle. Ő is sugni akart. Csók lett belőle. A másik jéggé dermedt. Megfagyott. Elment a sírba, itt hagyott. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. A harmadik csak nézett rám hitetlen. Nevetni kezdett. És én is nevettem. Gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek, ha van.
De nékemű égő csipkefenyérben meg nem jelent, se borban, se kenyérben. Hiába vártam, sóvár irigyen, nem méltatott rá, hogy őt higgyem. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, hogy fájt, mikor csúfoltak és kínoztak, és sokszor jobb lett volna lenni rossznak. Mert álom a bűn, és álom a jóság. De minden álomnál több a valóság. Hogy itt vagyok már, és még itt vagyok, s tanúskodom a napról, hogy ragyog. Én Isten nem vagyok, s nem egy világ, se éjszakfény, se álóévirág. Nem voltam jobb, se rosszabb senkinél, mégis a legtöbb ember, aki él. Mindenkinek rokona, ismerőse, mindenkinek utódja, őse. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, elmondom én, elmondanám. De béna a kezem, s dadog a szám. Elmondanám, az út hová vezet? Segítsetek hát, nyújtsatok kezet! Emeljetek fel szólni, látni, élni! Itt lenn a porban, nem tudok beszélni. A csörgőt eldobtam, és nincs harangom. Itt lenn a porban, rossz a hangom. Egy láb mellemre lépett, eltaposta. Emeljetek hát fel a magosba! Egy szószéket a sok közül kibérlek. Engedjetek fel a lépcsőjére, kérlek. Még nem tudom, mit mondok majd, nem én. De úgy sejtem, örömhírt hoztam én. Örömhírt, jó hírt, titkot és szivárványt, nektek, kiket szerettem, állván tátott szemmel, csodára várván. Amit nem mondhatok el senkinek, amit elmondok majd mindenkinek. Köszönjük szépen! Várjuk az értékelést! Szerintem zseniális versmondás volt, látszik, hogy évről évre itt vagy velünk. Én átadnám a szakértő kollégáimnak a szót. Én nagyon szeretem, amikor te verset mondasz. Megjelenik benne mindig valahol a lényed, és megint egy olyan versmondást hallottam, ami annyira sajátságos volt, és annyira rajtad keresztül jött, hogy számomra abszolút nem a megszokott volt konkrétan ettől a verstől. Én nem tudok most neked se jót, se rosszat, se hibát, semmit. Ez te voltál nekem, és nem biztos, hogy igazam van. Volt egy mondat a közepetáján, aminél azt éreztem, hogy lehet, hogy ezért választottad ezt a verset, hogy ezt kimondhass, de ezt majd megbeszéljük külön, jó? Köszönöm. Nehéz az ilyen nagyon divatos verseket mondani, mert mindig mást hall benne az ember, mint amit kellene, de te tényleg a saját saját mondani valóval rendelkeztél. Ezt lehetett érezni, és nagyon sokat ért a lényed tavaly óta, ezt is pontosan lehetett hallani. A kifejezésmódod, a bátorságod, ott voltak benne a kellő érzelmek is. Megijedtem, amikor megláttam, hogy ezt a verset választottad, mert a finom, érzékeny lényed másfajta versválasztásra ösztökélne elvileg, de aztán most mégis azt mondom, hogy meglepetést okoztál, és én ennek nagyon örülök. Köszönöm szépen. Bocsánat, kerestem egyetlen egy helyet, egyetlen egy dologra hívnám fel a figyelmedet, hogyha legközelebb újra mondanád a verset. A bukott, tudom, az 3T. Ott 2 volt, jó? Az egymás után jött, és ott fontos, hogy mindegyiket külön halljam. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.
A következő versenyzőnk a Szent Imre Gimnázium általános iskola és óvoda 10. osztályos diákja, Szabó Gergő. Radnóti Miklós, levél a hitveshez. A mélyben néma, hallgató világok. Üvölt a csönd fülemben. S felkiáltok, de nem felelhet senkire a távol, a háborúba ájult Szerbiából. S te messze vagy. Hangod befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom, hát hallgatok, míg zsong körém felállván sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra? Nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, s oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon, némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz. Így vetít az elme. Valóság voltál. Álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahulva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e, s hogy ifjúságom csúcsán, majdan, egyszer, a hitvesem leszel, remélem újra, s az éber lét útjára visszahulva, tudom, hogy az vagy. Hitvesem, s barátom. Csak messze vagy, túl 3 watt határon, s már őszül is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemed kékét csodáltam épp az égen, de elborult, s a bombák fönt a gépben zuhanni vágytak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait, bíbor parázson, ha kell, zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek. Ha kell, szívós leszek, mint fán a kéreg, s a folytonos veszélyben, bajban élő vad férfiak, fegyvert s hatalmat érő nyugalma nyugtat. S mint egy hűvös hullám. A 2x2 józansága hull rám. Köszönjük szépen. Egyszer egy nálam bölcsebb ember azt mondta, hogy figyeljek a 2 vagy annál többször előforduló jelekre. Most te voltál ma a 3., aki egyszerűen újra gondoltatta velem azt, hogy vajon lehet-e olyan elképzelése az embernek, hogy hogyan kell verset mondani. És én arra jöttem rá, hogy, és köszönöm szépen, mert úgy érzem, hogy ma megint tanultam, hogy ezt el kell engedni. Új korban élünk, minden változik, és megint egy olyan versmondást hallottam, ami annyira egyéni, annyira egyedi, annyira saját magadon keresztül láttattad ezt a verset, ami teljesen más volt, mint az én elképzelésem eddig, hogy engem lenyűgöztél, de nagyon.
Ezt őszintén mondom. És én nagyon gratulálok neked. Köszönöm. Nagyon tetszett. Köszönöm szépen. Nagyon sokat értél te is tavaly óta, Gergő. Ezt jó volt látni, hogy mennyire felnőtt lettél hirtelen, és ennek folyamányaként szépen értelmezted tényleg ezt a verset. Icipici tanácsot, ha elfogadsz tőlem, hogy összetartozó dolgokat még jobban összefoghatsz, de nagyon szép momentumok voltak érzelmileg is, és kifejezés módban tőled, úgyhogy nagyon örültem neki, hogy újra láthattalak. Köszönöm. Köszönjük szépen. Következő versenyzőnk a Ciszterci Szent István Gimnáziumból érkezett a mai versünnepre. Borbé Levente Miklós. Reményik Sándor, Pilátus. A pörnek vége, elvégeztetett, véres a keresztövében a fű. A helytartóban forra néma dűs, egy gondolat tépi a másikat. Roncsőcselék, én unlak titeket. Unom a vágyaitok, a hitetek, a papjaitok ragyogó ruháját, a mellük verő messiásokat, a nap hevét ez átkos ég alatt, az agyva szókat, buja színeket és magamat, és uramat a császárt, ki bíróvá tett ilyen nép felett. Feszítsd meg! Üvöltötték a fülembe, amíg unottan odalögtem nekik. Szegény bolond. Pedig csak álmodott. Csak álmodott egy létráról az égig. Csak álmodott, de ezeknél tán szebben. Már szürkül fenn a koponyák hegye. Vajon álmodik-e még a kereszten? Valamit szólt nekem az igazságról. Azután némán vérzett, ragyogott. Gunnya a kérdém, az igazság micsoda? Felelé, én vagyok. Hát kicsoda nékem ez az ember? A csőcselék morajlott, mint a tenger, és én untam. Untam amazokat, ezt is. Egy messiással több vagy kevesebb, Pilátus lelke nem lesz nehezebb, és könnyebb tán ez Isten verte föld. Untam a dolgot. Odalögtem. Vége. De jaj, vajon kire szállott a vére? Az alkony megy, az est, az éj leszáll. De a helytartó nyugtot nem talál. Feszítsd meg, üvöltötték a fülembe, és nekem nem volt elég fegyverem, nem volt elég lándzsásom odakünn, vagy üres voltán a szívem. Há, mit bánom én? Bölcs szív, üres. Búsmadarak el a szívről, hess! Feszítsd meg, üvöltötték a fülembe. Mi közöm hozzá? Feszítsétek át, te véres kezű, szennyes csőcselék. Feszítsd meg hát a messiást. Élem, meghal-e? Egy marad az átok. Isten se váltja már meg ezt a világot. Mi közöm hozzá? Feszítsétek át, vigyétek! S vitték. A kereszten holt. Ki tudja, talán mégis király volt. Csend most, de hallga. Most az éj kopog, Pilátus pitvarában a papok. Uram, mi véled így egyet nem értünk, ahogy írtad botránkozás nékünk. Rexnek, uram, csak ő mondja magát. Nem készítetted jól a Golgotát. Bent csönd, de künn az éj zsoltárba kezd, s áll a zsoltáros éjben a kereszt.
Odafönn csendbe hallgat a kereszt. Pilátus nő, ahogy beszélni kezd. A messiástok megmenteni késtem, de négy betűt a keresztjébe véstem. E négy betű az én becsületem, hajótöröttségem utolsó roncsa. Hitetlen hitem, büszke makacságom egy akarat az akaratlanságon. E négy betű az én becsületem, Hádészre négy betű maradt. S ha alá kéne temetnem-e várost, Rómát, az imperátort, magamat, e négy betű az én becsületem. Papok, zsidók, hozzátok szólok nyíltan, halljátok. Amit megírtam, megírtam. Bencsönd, te künn az éj zsoltárba kezd, s áll a zsoltáros éjben a kereszt. Köszönjük szépen! De a vers megszületik a költőben, aztán az olvasóban, és ebben az esetben megszületik a, újra születik a hallgatóban. Mindent meg tudtál tenni azért, hogy bennünk ez a vers újra szülessen, és éljen, azt hiszem, hogy sokáig. Nagyon szép hangod van, és igazi előadói értékeid vannak. Sok sikert még hozzá. Köszönöm. Levi, érett, okos versmondó vagy, ezért merek neked kritikát is megfogalmazni, mind a mellett, hogy tökéletesnek gondolom a versmondásodat. De egy-két dologba bele kell gondolni. Azt néztem éppen, hogy a vers első felében hányszor szerepel az unottan szó. Nagyon sok vers elrejt instrukciókat arra nézve, hogy hogy is kell felfogni. Tehát nem hangerőben nő ez a vers, hanem feszültségben, ráadásul ott van a Pilátus unott, nézd meg hányszor, nem is tudom, négyszer, ötször is előfordul az unottan. Tehát ez instrukció kell legyen erre a versre, úgyhogy inkább a te ösztöneidre hallgass, nem más versmondókra, amikor elemzel egy verset. Persze ez az unottság csak látszólagos, és igenis ott van a feszültség, de az nem hangerőben kell, hogy nőjön, hanem belső izzásban. Úgyhogy csak ennyi, de ennyi ott van, hogy merre fele menj még ezzel a verssel. Mert egyébként hát gyönyörű a hangod, az érettséged neked is feltűnő, és nagyon szép volt különben a versmondás. Úgyhogy gratulálok. Köszönöm. És tényleg apró technikai tanács, itt ugye, a mikrofontól egy picit ilyenkor, amikor ennyire a hangerővel beszélsz, nagy hangerővel, akkor érdemes egy picit hátrébb lépni, mert volt az a pont, amikor egy icipicit sok volt és zavaró. De ezek tényleg ilyen apróságok. Igen, időről időre. Elfelejtem, hogy én hangosan beszélek alapból is. És szépen. Egyébként szeretjük hallgatni. Köszönöm szépen. Ha nem televízióadás lenne, nem is lenne szükséged a mikrofonra egyébként. Köszönjük szépen! Következő versmondónk a Tóparti Gimnáziumból érkezett hozzánk, Gengelicki Lili. Csóri Sándor. Ilyenkor januárban, amikor kinyitott borotvával rohangálnak a szelek az erdők között, s a bebeszakadó hóban négy kézláb vonszolja magát a nap is. Mindig a télben elesett katonákra gondolok. Ott feketednek egymás után az összegyüremkedett fehérségbe, mint menekülő kocsikról ledobált csomagok. Nem kellenek már senkinek. Nem kellenek már a kárhozatnak sem.
Karácsony elmúlt. Az óév elmúlt, az élet elmúlt, s a haza helyén egy irgalmatlan bomba töltsér. Ilyenkor januárban, amikor a keletre szálló varjak recsegő jégcsapoknak röpülnek neki a láthatáron, mindig elindulok én is az elbitangolt halottak útján. Sínek kísérnek hosszan, és Ukrajna sebe kísér. Ágyülövések és Oroszország, elüszkösödött szájak a katyusagolyokkal átlugatott levegőben, zsákok, melyekre vérrel írtak. Templomkupolák, melyekhez agonizáló szemek menekültek. Ilyenkor januárban, amikor meghosszabbodnak az utak idegen alföldeken, de bent lerövidülnek a halál felé. Mindig elfelejtem, hogy valaha éltem is, hogy húsom elevenebb volt, mint a dinnye húsa, elevenebb, mint a karmoló fáké. S a jégrücskös katonapokróc helyett még nyári lombok is csúszkoráltak. Ne menj el, maradj kérlek szépen, megvárjuk a zsűri értékelését, jó? Sem baj. Tisztelt zsűri, a szó. Első alkalommal vagy itt velünk, örülünk, és még jövőre is szeretettel várunk. A szövegnél néhány alkalommal a pontosításra érdemes odafigyelned. Egy helyen volt ugye, ahol elakadtál, tehát egy kicsit ülepednie kellett volna még szerintem benned ennek a versnek, de nem tudom, hogy te hogy érzed, lehet, hogy még kellett volna neki egy pár nap, hogy megérjen. Köszönjük, kitűnő volt a versválasztás különben, mert hát szegény Csóri nem is sejthette, hogy ez újra milyen aktuális lesz ez a vers, ez a háború ellenes vers. Úgyhogy nagyon örülök neki, nem tudom, hogy te választottad-e, vagy tanárod javasolta-e. Volt hozzá segítséged. Volt hozzá segítséged, de kitűnő segítség volt neki is. Gratulálunk, és hát ugye nem kötelező elfogadni mindig az ajánlásokat, de neked is megtetszett, úgy érzem ez a vers, és volt vele mondani valód. Még egy kicsit a kifejezésmódban majd még érni kell, de ez a korral úgy is megjön. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Következő versenyzőnk Mészáros Emese, a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium 12. osztályából érkezett a mai versünnepre. Jónás Tamás, fentről nézve. Persze, megértem, jó leszek. Persze, nem akarok gondot okozni senkinek. Elnézést, ha mégis... Vagy ha mégse, megfordítanám, ha még meg lehet. Tudom, a tökéletességet még vágyni is hiba, de mivel saját képmására teremtett, belátom, ez az út visz majd a pokol bugyraiba. S hogy el kell, s el is fogadom a rendet, úgy van, gyakran nem gondolkodom, logikusan vak vagyok és öntelt, sokat unatkozom, nem látnám a dolgokat ilyen tragikusan, ha erőt vennék végre egyszer magamon. Mert annyi kincsem van, miket nem becsülök. S hajlamos vagyok elfeledni a jót. A pocsolyákat nem kerülöm, beléjük csücsülök, és gyakran a magam hasznára forgatom a szót. Illetlen vagyok, és határokat nem tisztelek, nem bírok hétköznapi lenni, ha kéne. Nevetséges, hogy még mindig ugyanaz a kisgyerek vagyok, mint 19 éve. Szabálytalanságaimnak semmi hasznuk. Nehéz elviselni azt a sok apró hibát. Érdekesek persze, néha. De ha kimondjuk végre az igazat, fárasztóak ezek egy életen át. Tudom. Oda kéne figyelnem magamra. Hogy ne csak magamra figyeljek folyton. Persze, és oda egy-két szavamra nem árthat meg az a kis önkontroll. Tulajdonképpen mit is képzelek én magamról?
Isten vagyok, zseni vagy próféta talán? Én is csak szénből, aminósavakból, és én sem tudhatom holnap rám mi vár. Tudd meg. Tudom. Nem vagy a magadé. Játszhatsz magaddal, de a kütyüt el ne roncsad. S ha bármi vagy is, bármi jó, fentről nézve roncs vagy. Köszönjük szépen. Ne izgulj. Azt írtad magadról, hogy ez az utolsó évem a gimnáziumban, így nem akarom kihagyni a lehetőséget. Én személy szerint nagyon örülök, hogy nem hagytad ki ezt a lehetőséget, és szeretném aláhúzni nagyon sokszor neked azt a mondatot, amit a versben mondtál, hogy hajlamos vagyok elfeledni a jót. Ezt pontosan tudod te is. Láttam rajtad, éreztem. Elképesztő módon való volt neked ez a vers. Én nagyon örültem ennek a versnek. Egy fantasztikusan jó példa vagy arra, ami nagyon-nagyon ritka, hogyha valaki így elfelejti a szöveget, és egy csúgás alapján így tovább megy, szemrebbenés nélkül értékeld magad, és tudd azt, hogy ez nagyon-nagyon ritka jelenség, főleg nem gyakorlott előadó művészeknél, hogy így tovább tudsz menni. Nyilvánvalóan én most csak neked mondom el, mert a többiek nem követték a verset, de miután ez kimaradt, én igen, az utolsó előtti sort kifelejtetted. Tudom, hogy tudod, mert láttam, le is reagáltad. Ezeket nem kell lereagálni, senki nem ismeri a verset, vagy legalábbis a nézők közül vélhetően. Ne reagáld le, és senkinek nem fog feltűnni. Jó? Hogyha ezt eltévesztetted, ez így van, akkor az olyan. Ez ma ilyen volt, nagyon büszke vagyok rád, és nagyon örülök, hogy itt vagy, nekem nagyon tetszett. És nagyon jó volt hozzád a versválasztás. Könnyű elviselni ezt az apró hibát. Még annyit hozzátennék, hogy ne veszítsd el a bátorságod, mert neked való a versmondás. Tudnilik, ez csak nem érett meg benned ez a vers. Még csak azt jelezte ez a kis apró hiba, de valójában nagyon való neked, jót választottál magadnak, tökéletesen ki tudtad fejezni magadat általa, ez azt jelenti, és ráadásul van egy nagyon jó szatirikus hangnemed, gúnyos, ami nagyon jól áll, a személyiségedből fakad, és ez ritka ebben a korban, hogy ki tudjon fejeződni, és ezt te tudod, és emiatt mondom azt, hogy kár lenne, hogyha abba hagynád, vagy nem érne meg benned ez a vers, mert ezt te nagyon jól el fogod tudni mondani, hogyha hagysz magadnak időt, mert sajnos a versmondás az időhöz kötött. Hiába tudja az ember esetleg a szöveget, az még nem jelenti azt, hogy el lehet mondani, meg kell érnie. De nagyon jó jelek mutatkoznak benned ez irányban, és ezért biztatnálak, úgyhogy ne veszítsd el a bátorságod most emiatt, jó? Köszönjük szépen. Következő versmondónk Bakonyi Natasa, a Gorzium gimnázium hallgatója. Pilinszky János, ne félj! Én megtehetném, és mégsem teszem. Csak tervezem, csak épp hogy fölvetem. Játszom magammal, ennyi az egész. Siratni való inkább, mint merész. Bár néha félek, hát ha eltemet a torkomig felömlő élvezet, mi most csak fölkérődző förtelem. Mi lesz, ha egyszer mégis megteszem? A házatok egy alvó éjszakán mi lenne, hogyha rátok gyújtanám? Hogy pusztulj ott, és vesszenek veled, kiket szerettél. Együtt vesszetek. Előbb örökre megnézném szobád. Elüdögélnék bent egy délutánt.
Agyamba venném ágyad, merre van a képeket a fal mintáival. A lépcsőt, mely az ajtódhoz vezet, hogy tudjam, mi lesz veled, s ellened. A tűzvész honnan támad, és hova szorít be majd a lázadó szoba? Mert égni fogsz. Alant az udvaron a tátott szájjal síró fájdalom megnyílik, érted? Nyeldeklő torok. Hiába tépsz föl ajtót, ablakot. A túlsó járdán állok és falom. Gyapjat növeszt a füst a tűzfalon, gyullad csomóba gyűl és fölfakad. Vérző gubanc a szűk tető alatt. Mi engem ölt, a forró gyötrelem most végig ömlik rajtad, mint a genny. Sötét leszel, behorpadt, néma seb, akár az éj, s az arcom odalent. Így kellene, de nem lesz semmi sem. A poklokban is meglazult hitem. Vigasztalást a játék nem szerez, az éjszakának legmélyebbje ez. Hogy átkozottam, vedd, minek veszed. Nem érdekelsz, nem is szerettelek. Aludj nyugodtan, vigyel és egyél. S ha értenéd is átkaim, ne félj. Köszönjük szépen. Kedves Natasa, a két vers, amit megjelölt, ez a versválasztás, ez nagyon igényes belső világra val. Lehet, hogy segített a tanárnő, akinek szívből gratulálunk. Nagyon szépen megoldotta ezt a feladatot. Néha kicsit indokolatlannak éreztem, hogy elhalkult. Akkor rendkívül jó hangja van, szép az artikuláció, jó az artikuláció. Úgyhogy erre majd egy kicsit vigyázzon. De gratulálok még köszönöm egyszer. Köszönöm szépen. Tosa, írtad, hogy tényleg érdekel a zsűri véleménye. Én most lehet, hogy egy kicsit ellent mondok Zolinak, mert én úgy érzem, hogy ez a vers meg bensőségesebb. Szóval ez a ne félj, ez önmagának szól, Pilinszky saját magának mondja, miközben rettenetesen fél. Szerintem ez az egész vers arról szól, hogy fél önmaga ösztöneitől, vágyaitól, és fél önmagától, a ki nem mondott érzelmeitől is, amik hát egészen elképesztően vannak jelen ebben a versben, és én is nagyon jó versválasztásnak gondolom, úgyhogy én ezt bensőséges, én ezt nem kifele fokoznám, se hangerőben, se feszültségben, hanem inkább befele. Ez egy befele szóló vers, pedig nagyon adná magát a közönségnek való mondás és az odamondogatás, de ez szerintem nagyon bensőséges vers, inkább erre fele menjél benne. És való neked, mert látom, hogy ez a te gondolatvilágodban, érzelmeidben, ez jelen van ez a vers, és ez a kutakodás, és ez az önmaga keresés, és félelem is, de inkább a fele menj ebben a versben, és akkor nagyon szép lesz. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. A következő versmondónk a Szent Imre Gimnázium diákja, Kulkov Szonya. Reményik Sándor, egy perc. Egy percre ma úgy néztem fel a csillagokra én, mintha bámuló nagy gyerek szemmel legelőször tekinteném. Egy percre ma gyöngyvirág illat szállt át a szobán. Csodálkoztam, mintha legelőször csodálkoznék el édes illatán. Egy percre ma minden oly könnyű lett, s oly egyszerű. S az élet a kezemben engedelmes, jól hangolt hegedű. Egy percre ma megindultam, és nem tudtam, mi az. Messziről,
mélyről intett elibém egy elsüllyedt tavasz. Egy percre ma, mint szegény ember, nem húzott az ág. Halkan csengettyűzött a föld alatt sok eltemetett csengettyű virág. Egy percre ma megpróbáltam a más lelkébe látni, nem ítélve és el nem ítéltetve. Bocsánatot nyerni és megbocsátani. Egy percre ma ragyogtak rám halvány testvérarcok, amelyek elé ködereszkedett. Céltalan hajsza és megutált harcok. Egy percre ma, ó, tiszta, bölcs és boldog látomás. Elváltozott, mint Jézus a hegyen, a mindenség. S bemás lett, ó, bemás. Egy percre ma, nem lehet ezt a percet kibeszélni. Hogy is tudna szivárvány glóriás, tündértörékeny testerim beférni? Egy percre ma oly boldog voltam, s oly boldogtalan, tudva, e perc egy percig tart csupán, és aztán vége van. És én ki tudja, meddig várhatok, lesve zug életem kis part szögletéből, míg újra fölbukkan egy íj vitorla az örökké valóság tengeréből. Köszönjük szépen. Kedves Szonya, van neked egy olyan bájos gyermeki lényed, ami teljesen felülírja a verset, és átjössz rajta. Nem tudom, hogy azt hallottad-e, vagy mondták-e már neked, hogyha egy versben ugyanazt a mondatot többször kell elmondani, mint például az egy percet, akkor azt ajánlatosabb egy kicsit jobban színezni, és nem egyformán mondani. Ami nekem nagyon furcsa volt, és picit rosszul is érzem magamat, hogy ilyet mondok neked, mert alapvetően én szeretem, hogyha az emberek mosolyognak, és a vidám lényük egyszerűen áttükröződik a testükön, de valahogy most mégis én úgy éreztem, hogy egy picit sok volt nekem a mosoly, de ez csak egy személy szerint, hogy ott főleg a vers végén ugye ki is mondott, hogy most nem fogom megtalálni. Igen, hogy egy percre boldog, de aztán egy pillanatra, tehát hogy a kettőssége, tehát olyan szinten felülírt mindent a mosolyod, hogy nem tudott nekem annyira átjönni a másik oldal, illetve ez a kettősség. Próbáld meg egyszer úgy elmondani, hogy kevesebbet mosolyogjál, és hogy jobban színezd ezeket az egy perceket, jó? Köszönöm. Köszönjük szépen. Következő versmondónk a Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola 12. osztályos tanulója, Varga Villő Virág. Kemény István, múló rosszul lét. Apa sír, nevet, beszél, hiszen uralja az arcát. Nézem, teniszezik most a világító testek alatt. Nagyon erős, szinte nem legyőzhető, ahogy ott van. A mesteri fényben apa most csak nevet és futkos. Apa sír. Mégis. Én most ezeket a dolgokat értem. Ez a nap megöli a haladékaimat. Apa, miért nem veszed észre, hogy hirtelen szétnyílnak a bokrok, ketté válnak a lámpák, vad, rosszul lét támad a Duna felől, szédül vagy feldől valami a közeli kertben. Hány inger és borzalmas vitalitás itt és mindenütt, apa! Ez az öregkor volt, de a megszokott jelei nélkül. Sosem láthattam. Csak ismerem. Most ennyi volt. Elvonult.
és neki szánták. Apa itt van, sírok neki. Beütöttem a fejem. Köszönöm. Köszönjük szépen. Élmény számomra az, hogy évről évre látom a változást a fiatalokon, és én abszolút emlékszem rád, és te is olyan sokat értél, mint ember, vagy felnőtt lettél, vagy felnőttebb lettél, ami átjött abszolút a versen. Mégis, hogyha valamire felhívhatnám a figyelmedet, akkor az az lenne, hogy annyira gyönyörűen mondtad ezt a verset, hogy a befejezést, azt nekem egy picit összekaptad. Én meglepődtem, hogy vége volt. Köszönöm. Illő, miért nem merte elvállalni a második verset nekünk? Majd legközelebb szívesen meghallgatnánk. Szép volt az előadása. Köszönjük szépen. Következő versenyzőnk a Teleki Blanka Gimnázium tanulója, Pete Viola. Nemes Nagy Ágnes, véd meg. Védd meg, ha bírod. Mondd, megérte. Megérte. Mondd, hogy így a jó. Megérte minden kaptató. A bölcs szándék, a törekedés, az a titkos élő, lassú kés, orvpusztulásra oktató. Mondd, mondd, hogy megérte az elme sötét szobába hasító, csíkosan villogó szerelme. Megérte ez a fulladó lélegzetvétel, ez a képzelt értelem, ez a néma szó, absztrakció, distinkció, a szív, a rángva gyulladó, a szív, a hasas hófellegekben, minthogyha bent, míg vág a hó, egy város égne. Véghetetlen. Megérte. Mondd a pillanatnak, míg a két vállon szüntelen, a két csuklón, a két lábfejen, a védhetetlen iszonyatnak fekete vérrel csorduló tépet sebei fölfakadnak. Köszönjük. Én nagyon örülök a versválasztásnak, szerintem ez egy nagyon nagy vállalás volt a részedről. A végén én egy kicsit hiányoltam azt, hogy meglegyen a befejezés. Nekem nem volt vége a versnek. Ugyanezt szerettem volna mondani én is, hogy arra nagyon figyelj, gyönyörűen mondtad a verset, szuggesztív vagy, illetve még arra szeretném felhívni a figyelmedet, nem tudom, hogy találkoztál-e már így a mikrofonnal, hogy beszéltél-e már mikrofonba. Egy picit úgy éreztem, hogy de mindent hallottam, hogy így, mintha így rá nyújtottad volna a tested a testbeszéddel, és nagyon-nagyon sokszor nézted. Ez nem tudom, hogy mennyire volt tudatos, csak furcsa innen kintről azt nézni, hogy folyamatosan ide fókuszálsz magad elé, hogy ezt majd, ha tudod, így kontrolláld, jó? Köszönöm. Köszönjük szépen. Barna Levente a következő versmondó, a Vasvári Pál Gimnáziumból érkezett a mai versenyre. Adi Endre, harc a nagyúrral. Megöl a disznófejű nagyúr. Éreztem. Megöl, ha hagyom. Vigyorgott rám, és ült meretten. Az aranyon ült az aranyon. Éreztem. Megöl, ha hagyom. Sertés testét, az undokot. Én simogattam. Ő remegett. Nézd meg, ki vagyok. Súgtam neki. S meglékeltem a fejemet. Agyamba nézett, s nevetett. Vad vágyak vad kalandorának tartalán. S térdre hultam ott. A zúgó élet partján voltunk, ketten voltunk, alkonyodott. Add az aranyod, aranyod. Engem egy pillanat megölhet. Nekem már várni nem szabad. Engem szólítnak útra, kére titokzatos hívószavak. Nekem már várni nem szabad. A te szíved egy serte védi, az én belsőm fekély.
Galád! Az én szívem mégis az áldott, az élet marta fel, a vágy, arany kell, mennem kell tovább. Az én jachtomra vár a tenger, ezer sátor vár én reám. Idegen nap, idegen balzsam, idegen mámor, új leány. Mind én reám vár, én reám, az egész élet bennem zihál, minden mi új felém üget, szent zűrzavar az én sok álmom. Neked minden álmod süket, hasítsd ki hát aranyszügyed. Már ránk szakadt a bús, vak este. Én nyöszörögtem. A habok az üzenetet egyre hozták. Várunk. Van-e már aranyod? Zúgtak a habok, és összecsaptunk. Rengett a part, húsába vájtam kezemet, téptem, cibáltam, mint hiába. Aranya csörgött, nevetett. Nem mehetek. Nem mehetek. Ezer este múlt ezer estre. A vérem hull, hull, egyre hull. Messziről hívnak, szólongatnak, és mi csak csatázunk vadul. Én és a disznófejű nagyúr. Köszönöm szépen. Kérem a zsűrit értékelje a versmondást. Nagyon nehéz az a vers. Valahogy nem nagyon tudom pontosan kifejezni magam, de minthogyha ez a vers inkább így durban szólna, és nem mollban. És valahogy most mégis ezt a moll jött ki belőlem, annak ellenére, hogy tiszta és szép érzelmek voltak benne is, és őszinte érzések, és értetted is, és jó is volt ez a vers, de valahogy ez a vers, ez lejjebb van hangvételben. Nem tudom, hogy érthető-e, amit mondok, hogy nem a lágy moll hangok jönnek ki ebből a harcból, mert hát arról szól a vers, mindent elöntő aranyról, és valami pici, talán volt egy szó, az az összecsapunk, talán az volt nagyon mélyen, és nagyon ott, ahol ennek a versnek meg kell szólalnia. És vigyázni kell ma már a hangossággal is, mert azt is inkább a belső feszültség kell, hogy vezérelje, és nem a hangerő. Szóval erre vigyázz majd legközelebb, hogyha ezt a verset mondod, mert érted, tudod, ismered, benned van, megvan, minden megvan, csak valahogy lejjebb szól ez a vers, lejjebb. Köszönöm szépen. Nem véletlenül nyúltunk együtt a mikrofonhoz művésznővel, ugyanezt akartam elmondani. Kicsit zavart engem az a nagyon éles, erős hang. Visszafogottabban kellene az érzéseket, ami megvan, nagyon komolyan megvan benned. Köszönjük szépen! Következő versmondó a Ciszterci Szent István Gimnáziumból érkezett, Tóth Marietta Júlia. Reményik Sándor, eredj, ha tudsz. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha gondolod, hogy valahol, bárhol a nagyvilágon könnyebb lesz majd a sorsot hordanod. Eredj. Szállj, mint a fecske délnek, vagy északnak, mint a viharmadár. Magasából a mérhetetlen égnek kémleld a pontot, hol fészekrakó vágyait kibontod. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha hittelen hiszed, a hontalanság odakünn nem keserűbb, mint ideben. Eredj, ha azt hiszed, hogy odakünn a világban nem ácsol a lelkedből, ez érző, élő fából az emlékezés új kereszteket. A lelke csillapuló viharának észrevétlen ezer új hangja támad. Süvít, sikolt,
s az emlékezés keresztfáira téged feszít a honvágy és a bánat. Eredj, ha nem hiszed. Hajdanában Mikes se hitte ezt, ki rabhazában élni nem tudott, de vállán égett az örök kereszt, s egy csillag zágon felé mutatott. Ha esténként a csillagok fürödni a márvány tengerbe jártak, meglátogatták itthoni árnyak, szelíd emlékek. Eszeveszett hordák a szívét kitépték, s hegyeken, tengereken túlra hordták. Eredj, ha tudsz. Ha majd úgy látod, minden elveszett, inkább sem, mint hordani itt a jármot, szord a szelekbe minden régi álmod. Ha úgy látod, hogy minden elveszett, menj őserdőkön, tengereken túlra ajánlani fel két munkás kezed. Menj hát, ha teheted. Itthon maradok én. Károgva és sötéten, mint téli varjú a száraz jegenyén. Még nem tudom, jut-e nékem egy nyugalmas sarok, de itthon maradok. Leszek örlő szú az idegen fában. Leszek az alja felhajtott kupában. Az idegen vérben leszek a méreg, miazma, láz, lappangó, rút, féreg, de itthon maradok. Akarok lenni halálharang, mely temet bár. Halló fülekbe eseng és lázít, visszavenni a miénk. Akarok lenni a gyújtózsinor, a kanóc része, a lángra lobbant vér, mely titkon kúszik 10-100 évekig hamuban éven, míg a keservek lőporához ér, és aztán... Még nem tudom, jut-e nékem egy nyugalmas sarok, de addig varjú a száraz jegenyén. Én itthon maradok. Köszönöm szépen. Én nekem nagyon-nagyon tetszett a versmondásod. Nagyon erős, nagyon szuggesztív volt. Javíts ki, hogyha tévedek, én úgy emlékszem egy évvel ezelőttről, hogy az R betűid is egész másak lettek. Mert racsoltál sokkal jobban, mint most. Most is hallani még, de változott rengeteget. Igen. Vagy kevesebb R betű volt ebben a versben, mint tavaly. Ezt nem számoltam meg, megmondom őszintén, de abszolút emlékeztem, most nem tűnt fel nekem annyira. És én személy szerint nagyon-nagyon szerettem ezt a hatásszünetedet, meg azt, ahogy az elején, az annál, aztán később a többi zsűrinek is, de ahogy nekünk elkezdted ezt a verset, az lenyűgöző volt. Köszönöm. Annyit mondok, Marietta, hogy hű. Köszönjük szépen. Következő versmondónk a Teleki Blanka Gimnázium végzős diákja, Somos Gergő. Arany János, a hamis tanú. Állj elő, Vén Márkus, vedd le a süveget, add süsse a napfény, galamb ősz fejedet. Tartsd fel három ujjad, esküdjél az égre, Atya, Fiú, Szentlélek hármas istenségre, hogy az a darab föld, amelyen most állasz, nem tarcsai birtok, ladányi határoz. Elé áll a Márkus, térdben összeesve, görnyedező háttal, mintha sírt kereste. Téli fának innéd, mint a zúz belomból, fázik, aki ránéz, s a halálra gondol. Kezei reszketnek. Tán erő hiában, tán a lelki vádtól, vénység áll arcában. Esküszöl, esküszöm az élő Istenre, utolsó napomra és örökidvemre. Esküszöl, esküszöm, s ha hamisat szólok, se földben, se mennyben ne lehessek boldog. Föld kidobja testem, így kizárja lelkem, ama sebes örvényhány torgasson engem. Lakom a ladányban,
muzsika, mulatság. Ejhaj, dínom, dánom, milyen az igazság? Nem az ilyen madár, aki elszalajtja, s kinek a foga fáj, tartja nyelvét rajta. Lám a Vinmárkusnak esze volt előre, talpa alá tette, úgy esküdt a földre. Ott iszik az öreg a tanáccsal sorban, de mintha keserőt érezne a borban, hazamegy, komor lesz, szó kifogy belőle. Sorvadoz, meg is hal, aznap esztendőre. Négy harang siratja, két pap megdicséri, mint becses vendéget sok nép kikíséri. Elkíséri a nép a kicsi ajtóig, melyel a világ élet becsukódik. Nyitva már az ajtó, készen a sír szája. Úgy látszik, hogy éppen a halottat várja. Zeng a búcsóének, a kapa megcsillan, fekszik a koporsó odalent a sírban. És a fekete föld, amint hull, nyögve a koporsó megrendül, megindul, kivetődik a sír dobbanó partjára, ropogva szakadt föl fedelének zára. Megrázkódik a test, és talpra ugorván, szeme fehérével körülnéz mogorván. És amint három ujját emeli az égre, úgy rémlik az, mintha kékes lánggal égne. Majd a néptolongás közepébe törvén, odafelé tartol kutatás az örvény. Val a forgó habok, leszállván a mélybe, fejöket befúrják a parás fövénybe. Az időtől fogva, mikor a hold felkel, és a vizet behinti ezüst pikkelyekkel, gyakran láti Márkust, ég felé az ujja, mélységből kibukni és elmerülni újra, és miképp izgága volt egész élete, így kötődik szóval. Oldjak-e? Kössek-e? Ne felejetek rá, körözsi halászok. Kétélű a kérdés, bajt hozna reátok. Kötni, összekötni hálótok egy bokba. Oldni, széjjel oldná hosszan a habokba. Halkan imádkozva evezzetek itt el, és ne mondjatok esküt, ha nem igaz hittel. Köszönjük szépen! Megmondom őszintén, eddig nem gondolkodtam rajta, de most már igen, hogy fogunk mi tudni 12 fiatalt kiválasztani 40 tehetséges ifjúból. Olyan erősnek érzem a mezőnyt, téged is, nem találkoztunk még először vagy itt, és olyan érett versmondásokkal találkozunk most itt alkalomról alkalomról, hogy én személy szerint le vagyok nyűgözve, te is megleptél, hogy fiatalokban ennyi erő, ennyi felnőttség van már ilyen korán. Gratulálok, nekem nagyon tetszett. Gondolom, hogy nem véletlenül mondta most a művésznő el a véleményét az egész versünnepről és erről a mezőnyről, ugyanis egy rendkívül összefogott, egységes, szép versmondást hallottunk, úgyhogy gratulálok neked. Különösen a szünetek voltak meggyőzőek, ami miatt valóban azt lehet mondani, hogy a hangsúlyok nagyon jó helyen voltak, és ritmusa volt a versnek. Gratulálok! Üdvözöllek én is az Alma Materemből, és hát ez nem igazság az élettől, hogy valaki matematika tagozaton végez, és még verset is tud mondani. Hát ilyen gyönyörű hanggal különben már réges-rég itt lett volna a helyed. Nem tudom, miért nem jelentkeztél eddig. Tavaly is szerettem volna, csak sajnos egy másra készültem éppen, aha, és úgy éreztem, hogy nem tudnék elég színvonalas teljesítményt nyújtani. De... Elvittek az egyenletek. Hát jó, majd megbocsátjuk, de hát bátorítunk, hogy mondjál verseket, mert ilyen kiállással, ilyen fogalmazással van helyed, úgyhogy légy szíves, ezt se hagyd abba. Köszi. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.